Itt születtél ezen a tájon, itt ringatott az édesanyád, itt indultál el az útra, s itt járnod ki az iskolát. Itt élnek a barátaid, és itt találtad meg szerelmedet, a nagy világon e kívül nincs rád Rózsefehér. Itt fogadtad szívedbe az írást és a gondolatot, itt eszméltél magadra, és itt volt mindig az otthonod. S most itt mondják neked elvakult, sötét lelkű ostobák, hogy keres magadnak máshol hazát. Ne törődj vele, hogy mit mondanak, az vagy, akinek tartod magad még akkor is, ha szembe fúj a szél. Ne törődj vele, hogy mit mondanak, az vagy, akinek tartod magad, ne feledd el, hogy szabadnak születtél. Ne hagyd, hogy lelked mérgezzék a hazug előítéletek, ne hagyd, hogy korlátok közé szorítsák szabad szellemet. A kölcsein és Vörös Martin nyelvén szól az éneked, a nagy világon e kívül nincs máshol helyed. Tudom, hogy nehéz elfeledni mindazt, amit nem lehet, ne add fel a szíved mélyén élő szép reményeket. Kárpátok sűrűjéből szállj fel szabad madár, érted is szó a harag már. Ne törődj vele, hogy mi mondanak, az vagy, akinek tartod magad még akkor is, ha szembe fúj a szél. Szabadnak születtél. Ne törődj vele, hogy mit mondanak, szembe fúj a szél. Ne törődj vele, hogy mit mondanak, az vagy, akinek tartod magad, ne feledd el, hogy szabadnak születtél. Sose feledd, hogy szabadnak születtél. Magyarnak lenni, tudod, mit jelent? Magasba vágyva tengni egyre lent. Mosolyogva, mint a múló őszi táj, nem panaszolni senkinek, ha fáj. Borongni mindig, mint a nagy hegyek, mert egyre gyászlik bennünk valami. Sok százados bú, melyet nem lehet sem eltitkolni, sem bevallani. De túl minden bún, minden szenvedésen, önérzetünket nem feledve mégsem, nagy szívvel, melyben nem apad a hűség, magyarnak lenni büszke gyönyörűség. Magyarnak lenni nagy és szent akarat, mely itt reszket a Kárpátok alatt. Ha küszködőn, ha szenvedőn, ha sírva, viselni sorsunk, ahogy megvan írva. Lelkünkbe szívva magyar földünk lelkét, vérünkbe oltva ősök honszeretetét. Féltőn borulni minden magyar rögre, s hozzátapadni örökkön örökre. Thank you.
és fejbe vág. Néha szeret, és néha bánt. Ezt a földet választottam, ezt a napot úgy akartam. Bölcsőm is volt, sírom is lesz az élet, csak egy szép ígéret. Ezt a földet választottam, ezt a napot úgy akartam. Minden álmot, minden képet, minden hangot, minden szépet, jaj. Meg átkoz, meg éget, és fejbe vág. Néha szeret, és néha bánt. Lehetne jobb, s lehetne szebb, de álmodni csak itt tudok. Hölgyeim és uraim, sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm Önöket. A mai nap több tekintetben is különleges, nem csak azért, mert a forradalom 64. évfordulójára és a harcokban életüket vesztett hazafiakra emlékezünk, hanem azért is, mert most olyan időket élünk, amikor az ember jobb, ha a házában marad, jobb, ha nem hagyja el az otthon biztonságát. Mi pedig, akik most itt vagyunk, ezen kellemes októberi napon mi úgy döntöttünk, hogy dacolunk a körülményekkel, mert nem múlhat el 56-os évforduló anélkül, hogy ne hajtanánk fejet a hősök emléke előtt. Ezért szeretnék köszönetet mondani minden jelenlevőnek. Mi még elmondhatjuk magunkról, hogy 1956. októbere szüleink, nagyszüleink, dédszüleink forradalma volt. Ezt hagyták nekünk büszke örökségül, hiszen az ő erőfeszítéseik által nyertük vissza a szabadságunkat. Sokat hallottunk már arról, miként gyülekeztek a pesti srácok a Korvin közben, hogyan vették fel a harcot a ruszki tankokkal megerősített haderővel. Azonban ritkábban beszélünk arról, hogy mi polgárdiak mit tettünk 1956-ban. Engedjék meg, hogy ezen a rendhagyó napon most röviden felidézzem a helyi eseményeket. Még évekkel a forradalom kitörése előtt, a sztálinista terror éveiben polgárdi vér tapadt a zsarnokok kezéhez is. Az 50-es évektől kezdve egyre gyakrabban lehetett hallani az ávó, illetve a belőle önállósított AVH kegyetlenkedéseiről. Az országban mindent behálózó és ellenőrzése alatt tartó rendőrállam épült ki. Kirakat perek százaival távolították el az osztályidegen elemeket, gulágszerű táborokba hurcolták őket, és rendszeresek voltak a kivégzések is.
Sajnos polgárdira is jutott a statisztikák szerint 25-30 fő besúgó államvédelmi rendőr, akinek a feladata a közhangulat folyamatos kontrollat tartása, a hangadók megfigyelése és eltávolítása volt, méghozzá a sztálini diktatúra receptje szerint. Ennek a besúgó és elrettentetésre épülő rendszernek lett az egyik áldozata a mártírhalált halt Császár István is. 1953-ban 29 éves István Kossuth utcai lakóházában tartottak házkutatást. A mintegy 15 hektáron gazdálkodó parasztportán élelmiszereket, gabonát találtak, majd a házkutatások alatt váratlanul fegyverek és lőszerek is előkerültek. Ezek mennyiségéből felvett jegyzőkönyvből arra lehet következtetni, hogy koncepciós per több elemeit a megtorlás, a példa statuálásának politikai akarata szülte, életszerűtlen volt az ugyanis, hogy ennyi fegyver vagy lőszer legyen egy polgárdi háztartásban. Császár István Székesfehérvárra hurcolták, ezután közérdekű híranyagokkal megkezdődött a polgárdi és a székesfehérvári lakosság módszeres megfélemlítése. 53. március 31-én rögtönítélő bíróságot hívtak össze, amely a halál kiszabását követelte. 1953. március 31-én, mivel nem vették figyelembe azt, hogy Császár büntetlen előéletű volt, vagy azt, hogy a beszolgáltatási kötelezettségének mindig maradéktalanul eleget tett, megkezdték az ítélet végrehajtását. 17 óra 8 perckor, mintegy negyed órányi haláltusa után, a székesfehérvári börtön udvarán ácsolt akasztófán Császár István polgárdi lakos szíve megszűnt dobogni. A gondosan vezetett jegyzőkönyv az utolsó mondatóját nem őrizte meg, nyilván azért, mert utolsó szavával is szeretett hazájához, szülőföldjéhez, bűnös vádlóihoz és megbocsátó istenéhez szólt. Ezek események bár fájóan érintettek bennünket, sajnos mindennaposak voltak az egész ország területén. A nép pedig nem volt hajlandó tovább tűrni, és minden elrettentés és propaganda ellenére azt mondta 1956. októberében, hogy elég volt. Polgárdiban a fővárosi eseményekhez hasonlóan az ifjúság és annak szervezete, a Dolgozó Ifjúság Szövetsége a forradalmi események utáni napokban néma tüntetések szervezését kezdeményezte. Végül nem csupán a fiatalok megmozdulására került sor, a felnőtt lakosság is erőteljes szervezkedésbe kezdett. Október 26-án Ördög István szabómester, Bakó József kisiparos és Szabó László földműves az ifjúsággal karöltve a délutáni órákra időzítették a tüntetést. Kezdetben csak néhányan, az idő előre haladtával azonban már több száz lakos gyülekezett a tanácsháza előtt. A néma felvonulást hangos követelések váltották fel. A tömeg egyre csak duzzadt, és a végére a létszám elérte az 1000 főt is. Nemzeti színű zászló alatt vonultak egészen az első világháborús emlékműig. Hembach József az októberi forradalmi események hatására általánossá vált követeléseket fogalmazott meg. A követelések helyi sajátosságai közt a pártitkár felelősségre vonását, a tanácsi tisztségviselők és alkalmazottak leváltását és a begyűjtés azonnali beszüntetését követelték. A beszédek közben a településen állomásozó honvéd tüzérosztály tisztjei jelentek meg a helyszínen. Nevezetesen Bokodi százados, Kárász főhadnagy, Sárosi és Koron főhadnagyok. Megalakították a polgárdi forradalmi katonai tanácsot, amelyben 4 lakost választottak, Pődör Lajost, Miklós Istvánt, Hembach Józsefet és Varga Ferencet. Ezután közösen elénekelték a himnuszt, és elszavalták a nemzeti dalt. A katonai tanács október 26-án este átvette a helyi közigazgatás és közbiztonság irányítását és felügyeletét. Ezt követően az emlékműtől a felvonulók a szovjet katonai emlékműhöz vonultak azzal a céllal, hogy a vörös csillagokat eltávolítsák. Az esti órákban
Polgárdi összes középületéről eltűntek a diktatúra jelképei. A katonai forradalmi tanács a budapesti lakosság élelmezésére gyűjtés szervezett, amiben mi, polgárdiak is besegítettünk. Az adományokat Ördög István és Szabó László vezetésével két tehergépkocsival szállították a fővárosba. A tanácsi tisztviselők és alkalmazottak többségének felfüggesztették a munkaviszonyát. Az MDP községi pártszervezetének székházát bezáratták, gyakorlatilag megbénították a párt tevékenységét. A kisgazdapárt szervezésében meghatározó szerepet Süveges József és Szabó László polgári lakosok töltöttek be. A párt alakuló ülésén a Magyar Dolgozók Pártja diktatórikus módszereit elítélték, és megemlékeztek a koholt vádak alapján 53-ban kivégzett Császár Istvánról. Ez volt az első nyilvános megemlékezés a kivégzés követően. Október 31-én alakult meg a 22 főből álló Nemzeti Bizottság, elnöke Pődör Lajos volt. A Nemzeti Bizottságból 8 további bizottsági tag, Ördög István, Bakó József, Antal Gyula lelkész, az FKGP tagjai közül pedig Süveges József, Borbély János, Kis István, valamint Soltész István állatorvos és Kondora Károly tanár úr voltak. Október végén a nemzetőrség rendet és fegyelmet tartott Polgárdiban. November 4-én Nagy Imre felhívását követően a lakosság és a községben állomásozó honvédek fegyveres ellenállása bontakozott ki. A szovjet csapatok elleni tűzharcra került sor Székesfehérváron, Sárbogárdon, Adonyban, Iszka-Szentgyörgyön és Polgárdiban is. A légvédelmi tüzérosztály parancsnokának, Halász Istvánnak kezdeményezésére megkezdődött a fegyveres ellenállás megszervezése. A fegyveres csapatok vezetője Zalavári Pár lett, a törzsfőnök pedig Bertalan István. Zalavári úgy határozott, hogy hangos bemondón a férfi lakosságot a szovjet csapatok elleni ellenállásra szólítják fel a településen. A hatköteles férfiak zöme, mintegy 800 ember megjelent a laktanyában, hogyha kell, életét adja a hazáért. A felfegyverzettek a piac térre mentek, ahonnan ma mi is indultunk, és esküdtettek, majd elénekelték a himnuszt. Ezután a Polgárdi és Füle közötti erdőbe vonultak, ám sajnos a beszédem elején említett besúgók és a titkos rendőrség ügynökei szabotálták a helyiek törekvéseit. A lőállások elfoglalása után döbbentek rá a helyi forradalmárok, hogy árulás történt, a tankok ellen felvonultatott lövegekből ugyanis hiányoztak az ütőszegek. Kézi fegyverekkel pedig értelmetlen volt szembeszállni a szovjet páncélos túlerővel. November 5-én a csoportok tagjainak többsége visszatért a településére, házaikba, családjaikhoz. A szervezőket elítélték. Zalavári Pár őrnagy 4 év börtönt, Pődör Lajos 2 év börtönt, Ördög István 1 év börtönt, Magda József 1 év börtönt, Bakos József 6 hónap börtönt, Süveges József 7 hónap börtönt, Szabó László 5 hónap börtönbüntetést kapott. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 64 évvel ezelőtt ezeken az utcákon ezek az események zajlottak itt Polgárdiban, és amikor ezeket a forrásokat én is felkutattam, bevallom önöknek, hogy büszkeség töltött el. Ezek a polgárdi emberek nem voltak restek cselekedni a magyar szabadságért. Ezért nagy tisztelettel említsük nevüket, ne csak a mai napon. Kimondták, hogy nem tűrik tovább az önkény és az igazságtalanság szocializmus nevében ránk erőltetett rendszerét. A mai napon mindannyian joggal lehetünk büszke arra, hogy magyarok, és arra, hogy polgárdiak vagyunk. Köszönöm, hogy ma együtt önökkel emlékezhettem városunk és országunk hőseire. Minden polgárdi embernek kívánok méltóságteljes megemlékezést, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Thank you.
még elmondanom, s ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom, hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, s mint a régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet gondolunk. Amíg élünk, s meghalunk, mi egy vérből valunk.